a nemzetközi dollár oligarchia számára mit jelent a demokrácia? A demokrácia a számára a szabad piacgazdálkodás jelenti. De mit jelent a szabad piacgazdálkodás? A szabad, gátlástalan, kapitalista rablást, mindent el lehet adni, mindent nem csak hogy lehet, de kell privatizálni, és utána teljes mértékben átveszik a választott kormányzat felett a kontrollt. Ja, az ott, man, orrott, ott marad dísznek, vagy cselédnek, de az igazi hatalom már a kezükben van. Amerika a nyugat hegemon állama, és természetesen pontosabban a nemzetközi dollár oligarchia valójában egész Európát gyarmatosította. De az, hogy ez ellen senki nem szól, és nem tesz, és nem szervezkedik, mert hiszen ez elvette az önrendelkezését, elvette a szuverenitását, elvette tulajdonképpen a szabadságát. Láthatjuk, hogy a világ ketté hasad, a szemünk előtt, mert például a G8-akból már kizárták Oroszországot. A G20-akból még nem tudták kiszárni. Jó, nem Putyin volt ott, hanem Lavrov, a külügyminiszter. Na de amikor a dollár oligarchia uralma alatt álló hegemon állam az Egyesült Államok kezdeményezésére ki akarták zárni Oroszországot, ma már egy sor olyan ország, a báli értekezletről beszélek, ami most volt, nem tudták, nem kaptak, súlyosan kisebbségi maradtak. Vagyis a többség nem fogadta el a világ urának az akaratát. Ellentmondott, ami azt jelenti, hogy már ketté hasadt a világ. Ez a bizonyos dollár oligarchia gondoskodott arról, hogy Európa valamennyi országában, valamennyiben, ez alól nem kivétel Magyarország sem, de Oroszországban is, és még Kínában is, hogy már hagyjuk Indiát, meg Pakisztánt és a többi országot, a dél-amerikai országokat, afrikai országokat. Bizony a felső oktatást a teljes ellenőrzése alá vonta. Több szülő is, akik a barátaim, elmondták, hogy gyerekeiket nemzetszerető, tehát hazafiságot tisztelő magyaroknak nevelték, akik megbecsülték a nemzeti önrendelkezés értékét, a nemzeti szuverenitást, és ezek a gyerekek egyetemre mentek, főleg a ELTÉ-t, meg a, tehát az ELTÉ-hez tartozik ugye a jogi kar is, de más egyeteme, de főleg az ELTÉ-t említették, és utána eltelik egy-két év, és mindegyikből neoliberális, nemzetközömbös, erkölcsközömbös, kozmopolita, komprádor
kollaboráns, neoliberális, globalista lett.